estét kívánok, Bedő Imre vagyok, és ez itt a Férfiak Klubja, a Korlátlan Felelősségű Társaság. A civilizáció kezdete óta az ember két alapvető dologgal tartja önmagát kordában. Az egyik a tiltások, a másik az ismétlendő dolgok. Ugye tilos nekünk minden szép nő után szaladni és méretet venni ugye az utcán, tilos nekünk általunk unszimpatikusnak tartott embereket ugye vegzálni, de az ismétlendők is nagyon fontosak. Minden ünnepünk ilyen ismétlendő dologról szól. Vannak ebben vallási ünnepek, mint a húsvét és a karácsony, valamilyen értékrend köré szövődnek ezek, de vannak a családi ünnepeink, mint a házassági évforduló vagy a születésnap, vannak az állami ünnepek, mint az október 23, és vannak más ünnepek is, amik újabbak. Most gondoljunk bele, ma kezdődik a házasság hete. Tehát egy olyan ünnepről szeretnék ma beszélni, ami újkori ünnep. Szeretném, hogyha kicsit mélyre mennénk, hogy vajon miért van erre szükség, vajon mit hoz ez nekünk az életünkben, és vajon miért kellett egyből már egy egész héttel indítani. Lássuk, hogy mit mond az utcaembere a házasságaink állapotáról. Szerintem van rá, tehát hogy a házasoknak is legyen egy olyan külön ünnepük, Valentin napon kívül természetesen, amikor együtt tudnak lenni, programot tudnak szervezni, ilyenek. Szerintem jó, mert akkor nyilván éreztetik egymással a felek, hogy végre úgymond egymáshoz kötötték az életüket, és hogy megtisztelték ezzel egymást, és azt így megünneplik. Csak ketten vannak, szóval ha mondjuk vannak gyerekeik, azt leadják nagyszülőknél vagy valami, és ugye együtt tudják tölteni ezt az időt, szóval szerintem nem azért van nászút is, hogy együtt tudják tölteni az időt, hogyha valaki összeházasodik, ez egy életre szól szerintem, szóval hogy együtt legyenek. Tehát látszik a véleményekből is, hogy inkább arra gondolnak az emberek, hogy mintha egy házassági évforduló lenne, ugye, hogy ünnepeljük ezt, de valójában azért született ez a ünnep, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a házasság milyen fontos, hogy kedvet csináljunk a házassághoz. Tehát olyan életet kezdtünk élni, amikor ezt már napi rendre kell tűznünk, és ezt észre kell vennünk, hogy nekünk ez már dolgunká vált, mert ma, amit nem tűzünk célul, az nem tud megvalósulni, tehát véletlen nem fog velünk előfordulni. És olyan mértékig vannak támadás alatt a házasság intézménye is, hogy például a sok válás miatt elhitetik velünk, hogy ez egy új modell, nem is lehet ezt másképp csinálni, hogy a sok felnőtt a patchwork családokban azok jobban tudják csinálni a dolgokat, mint hogyha a gyereknek csak időben és pénzben kellene ugye valamit nyújtani, hogy felnevelkedjen, ugye, vagy nem növelni kell, hanem nevelni, ezt el szoktam mondani. Tehát új modell nem lehet olyan modell, amiben nem születik gyerek. Nincs olyan házasság, amelyik úgy indul, hogy ennek 5 év múlva vége lesz, mert hogyha tudná valaki, hogy 5 év múlva vége lesz, vagy 7-8 év múlva vége lesz, akkor nem akarna bele gyereket szülni. Tehát mondta nekem valaki egy előadásom után, hogy miért nem lenne jó 3-4 házasságot egymás után, mindegyik 8-10 év, úgyis annyi a szavatossága, az sokkal jobb, mint hogy egy valakivel kitartani. Azért, mert azért nem modell ez, ők új modellnek gondolják, mert senki nem szülne úgy gyereket, hogy 8 év múlva tutira elválunk, ugye? És akkor mi kipusztulnánk. Tehát nagyon örülök, hogy elfogadtátok a meghívásomat. Két olyan emberrel szeretnék itt beszélni, akik valamilyen módon érintettek is szakemberként is, és a fiatalok képviseletében is. Örülök, hogy itt vagy velünk, Mihalec Gábor, aki a párterapeuta, és a te könyved most a házasság hetének a könyve. És Forgács Bálint, aki fiatal házas, és egy videós szakember a fiatalok képviseletében. Sziasztok! Szia! Miért, hogy itt lehet? Miért van-e szükség a házasság hetére? Nagyon jó volt a felvezetésed, hogy ma van egy új társadalmi diskurzus arról, hogy tényleg még van valami aktualitása a házasságnak, és kétfelé szakadunk ebben. Van az, amit sokan éreznek, ez a mérhetetlen szabadságvágy, hogy ne kössenek bennünket a régi korlátok, és újra gondolhassunk szabadon dolgokat, meg aztán van a társadalmi megfigyelés, a statisztikai alapú megfigyelés is, hogy bomlékonyak a házasságok is, de ahol nincs elköteleződés, az még 3-tól 5-ször bomlékonyabb. Nagyon nehéz működtetni jól egy házasságot, na de mekkora gazdasági károkat okoz, össztársadalmi szinten mondjuk a válás csak egy évben. Bizonyos becslések szerint 100 milliárdos nagyságrendű. 100 milliárdos. Ez brutális. Összehasonlítások mutatják azt, hogy a gyerekek a különböző családi konstellációkban, akik felnőnek, mennyire lesznek megküzdőképesek, mennyire lesznek reziliensek, és hát mindegyik ilyen vizsgálatban végül is a házasság jön ki győztesként. Noha kicsit olyan ez is, mint a demokrácia, hogy sok sebből vérzik, de jobbat még nem találtak ki.
de lehet nagyon jól csinálni. De ugye az érződik, hogy akkora ellenszél van már, és akkora magyarázkodás van a másik oldalon, hogy muszáj egyfajta pozitív propagandát csinálni ennek, ami rosszul hangzik, ugye, mert egy ősi, legősibb olyan férfinő szövetségről van szó, amiből az egész emberiség tovább tudott menni. Hogy ezt ti, a ti korosztályotok hogyan értelmezi? Mi korosztályunkban szerintem, amit én látok, legalábbis azokban a közegekben, ahol mozgok, én abszolút azt látom, hogy a fiatal nők kifejezetten érdeklődnek és vágyják azt, hogy egy elkötelezett hosszú távú kapcsolatban legyenek, várják azt, hogy megházasodhassanak, várják azt, hogy megtalálják azt, aki megkéri őket és megházasodhassanak, viszont lassan-lassan kezdenek beletörődni abba, hogy nem ebbe az irányba tart a világ, nem ebbe az irányba tartanak a férfiak, fiúk. És megszámolni sem tudom, hány olyan ismerősöm van, akik 7-8 éves párkapcsolatban élnek, ebből már akár 3-4 éve, még akár talán a jegyességig el is jutottak, vagy a lánykérésig, de esküvőről például szó sincs még. És megtorpannak? Mi a megtorpanásuk oka? Valószínűleg a férfiakban keresném ezt a megtorpanást inkább, hogy talán a férfiak látják már kevesebb létjogosultságát a házasságnak, hiszen ők megszerezték a nőt, ők már megtették azt a gesztust a lány felé, hogy megkérik a kezét, és úgy érzik, hogy ezzel ők letisztázták magukat. Az elköteleződésnek erre a magasabb szintjére nem jutnak el. Van ennek a konkrét lépésnek, hogy mondjam, súlya? Óriási súlya van, hiszen ez egy identitásváltást is jelent. És sokan ezt érzik, de nem tudják megfogalmazni, nem tudják kimondani, hiszen eddig voltam egy stádiumban, a keresésnek a szakaszában, ugye a radar azért nyitva volt, és mindenkinek a jelzésre úgy bibippelt, de amikor összeházasodok, akkor leszűkítem ezt a radart egy embernek a jelzéseire, vagyis a megtalált. Igen, a megtalált státuszba kerülök, és sokan azért szeretnék azt, hogy legyen ez egy tartós dolog, de azért tarthassam nyitva a radart, és egy ilyen meghasonlott állapot jön létre, hogy legyen is jó, adja a legtöbbet, de ne kelljen nekem mindent beletennem. És ez nyilvánvalóan nem működik, mert az fog nekem 100%-ot adni, amiben én is 100%-ot beleteszek. És ott nincs. De sokan úgy értelmezik, utatnak, hogy ugye azzal, hogy lecsökkentem egy valakire, ezzel bezárul a világ. Holott nem, mert azzal az egy valakivel egy olyan teremtési folyamat kezdődik, ahol kinyílik egy egész új univerzum, a gyermekeink nevelése, a jövő teremtés, az értékeink továbbadása, az anyaginak az azért való építése, hogy a jövőt termeljük, a közös teremtés, a közös, a másik embernek a sokkal mélyebb megismerése a közös teremtés által, és tehát nem bezárul a világ, hanem épp, hogy egy új univerzum nyílik, ami univerzum nem nyílik ki akkor, ha nem szűkíted be a kaput. Tehát ez végül is egy kapu egy új univerzum fele. Most azért is kérdezem, hogy ugye most már lehet, hogy megfertőztelek ezzel a gondolattal, de te 23 évesen a tavaly megházasodtál. Hogy te hogy jutottál el idáig, vagy milyen belső út vezetett ide? Alapjáraton én is és a feleségem is hiszünk abban, hogy egy kapcsolat, az, a legtöbb kapcsolat az működhet jól, az lehet egészséges és gyümölcsöző kapcsolat, viszont ahhoz időt, energiát kell beletenni, ahhoz le kell szűkíteni a látóteremet, ahhoz egy emberre kell fókuszálni és 100%-osan rákoncentrálni. Nyílt lapokkal játszottunk az elejétől, nem szeretem az ilyen szociális játékokat, hogy titkolózunk egymással és nem mondjuk ki az érzelmeinket, nem mondjuk ki a kételjeinket, vagy a bizonytalanságainkat, és mindketten rájöttünk elég hamar, hogy mi ezt komolyan szeretnénk csinálni. Mindketten a magunk részét teljes mértékben belerakni, és ennek mindketten éreztük, hogy egy elengedhetetlen következő lépése az, hogy esküvő fog jönni. És ahogy említetted is, tavaly volt az esküvünk, ami igazából online közvetítés formájában zajlott a saját teraszunkról, mivel már a Covid első járványa beütött, és így viszont lehetőség volt. A násznép. A násznép megnőtt viszont, mert ha jól emlékszek, 2-3 ezer ember volt így jelen az esküvőnkön, és így 2-3 ezer ember hallotta azt, hogy mi megfogadjuk egymásnak, hogy mi innentől egymással, és belerakunk mindent, hogy ez a kapcsolat működjön.
De gondolom nem ezért van, tehát hogy nehogy az a vád érjen benneteket, hogy ti akkor országvilágnak ezzel akartatok sót csinálni, hanem ez egy véletlenszerű, ugye nem akartátok ti, hogy 3000-en legyenek, de ha 3000 inkább kényszerhelyzet volt, mint... Akkor 3000-en voltak, de ami megütötte nekem a fülemet, és most Gábor, igen, rád nézek, hogy talán milyen érdekes, hogy ő most azt mondta a Bálint, hogy abból indultak ki, talán a legelején mondta, hogy mind a ketten érezték azt, hogy nem teljes a tudásuk, és hogy dolgozni kell rajta. Igen. Hogy ez, igen, milyen érdekes, hogy esetleg ez most lecsorgott már hozzá, majd tőled is visszakérdezek, hogy vajon ez ijesztőleg hat a többiekre, mert rátok nyilván nem, vagy motiválólag hat, hogy állandóan azt hallják tőlünk, hogy dolgozni kell rajta, meg mindenféle problémák vannak, meg különben is, ami igaz, de úgy látszik, hogy az se jó, ha rózsaszín ködöt festesz, de az se jó, ha ezt mondogatod, mert akkor valakit riaszt, valakit motivál, hogy de vélted ezt érezni benne? Kicsit összekapcsolnám. Igen, a kettőt, a gondolat egy kicsit összekapcsolnám. Sokszor láttam ezeket a póló feliratokat, fér, feleség, és alatt a game over. És engem ez iszonyatosan bosszantott, úgyhogy én a grafikusomat megkértem, hogy egy anti póló feliratot hozzon létre, ami ugyanez a koreográfia volt, annyi, hogy a game over áthúzva, és alatta next level. És igazából ez történik, ez nem valaminek a vége, hanem itt nyílik meg valami új. Most aki egy számítógépes játékon játszik, az a célja, hogy mindig ugyanazon a szinten maradjon, és ne legyen új kihívás, új skilleket ne szerezzen meg. Azt megszoktam. Új bónuszokat ne szerezzen meg. Bele lehet punyadni a megszokásba, de ki akar egy olyan életet, nem? Tovább akarunk fejlődni. Az anyagi életünkben tovább akarunk fejlődni, az ismereteinkben tovább akarunk fejlődni, a fizikai állapotunkban tovább akarunk fejlődni, nem így, hanem így. Miért pont a kapcsolatainkban akarunk megrekedni ugyanazon a szinten? És érdekes, hogy a céges dolgokban is, tehát mindenki egyértelműség az, hogy a menedzsmentben állandóan tanulni kell. Lifelong learning. Igen, az összes szakmába állandóan tanulni kell. És az egyedüli hely, ahol hazamegyünk és leülünk, és azt mondjuk, hogy hú, de jó, hogy hazaértünk, nem csinálunk semmit, mert holnap dolgozni kell menni. Holnap majd fejlődünk odakint. Igen, és akkor ezzel csak elfejlődtünk egymás mellett, mert az a fotelek távol voltak. Most viccelődünk, de tényleg nagyon érdekel, hogy vajon hogyan kéne bemutatni a házasságokat ahhoz, hogy ennek a szépségei igazán kijöjjenek olyan generációból, ahol kételkednek a fiatalok azért, mert retteltes rossz tapasztalataik vannak a szüleik révén. Tehát ma már azt kell mondani, hogy a gyerekek többségének a szüleje vált el, és ők megélték azt a traumát, amit számukra okozott ez. És hogy ebben a közegben vajon mi az, ami reményt adhat, vagy mibe kapaszkodhatnak? Akarnak-e kapaszkodni, vagy csak a félelem marad? Ahogy említettem is, a fiatal nőkben ez még mindig jelen van, hogy akarnak kapaszkodni, és keresik a lehetőségeket, hogy hogyan tudnának ilyen irányban is továbbfejlődni párkapcsolati szinten is. Én nagyon hiszek abba, legalábbis a saját magamra nézve, hogy azzal, hogy én tudok egy pozitív példa lenni, azzal, hogy én oda teszem magam, én megharcolom a kettőnk harcát, én megfejlődöm a mi fejlődési lépcsőinket, azzal tudok a környezetemnek, meg akikkel kapcsolatba kerülök egy olyan pozitív példát mutatni, hogy ilyen is tud lenni egy házasság, akkor is, hogyha a jelenlegi társadalmi norma szerint fiatalon házasodtam, akkor is, hogyha nem értik, hogy miért választottam ezt, vagy választottuk ezt, de szeretném azt, hogy meglássák ennek a pozitív oldalait, hogy mi jó tud kijönni abból, hogyha egy gördülékenyen működő kapcsolatban vagy. És te hogy látod, Gábor, hogy a te könyved, a Viharálló szerelem, a házasság hetének a hivatalos könyve. Igen. Ez egy kutatásról is szól, ami a Covid időszakban zajlott le, és egy kis képet ad a házasságaink állapotáról, illetve ebben a könyvben te egyfajta edzéstervet javasolsz a next level, akármihol is tart valaki, igen, nem a game over fele, hanem a next level fele, ugye a következő szint felé való tovább lépésre, hogy mi ennek a könyvnek a fő üzenete? Számomra döbbenetes volt átélni azt, hogy láttam a pároknak a kapcsolati alakulását az járvány első hulláma alatt. Voltak párok, akik nyílegyenesen elindultak lefelé. Eddig is a szakadék szélén álltak, de most bezárva,
külső erőforrások elvágva, vum, lefelé. És voltak párok, akik a külső hatások ellenére is fejlődő pályán maradtak. És arra voltam kíváncsi, hogy mi a csoda teszi a különbséget a két csoport között. Meg lehet-e ragadni valahogy számokban kifejezni a különbséget? És létrehoztam egy kérdőívet, több mint 1200-an töltötték ki, és ebből már nagyon komoly adatokat lehetett gyűjteni, több mint 100 000 adatot elemeztünk ki, és kiderült, hogy megragadható a két szár között, az olló két szára közötti különbség. Jobban kommunikálnak azok, akik fölfelé haladnak, az érzelmeikről is. És Bálinthoz csatlakozva, hadd szólítsam meg a férfiakat ebben a dologban. Mi férfiak megszoktuk azt, hogy a munka világában érzelmeket tilos kimutatni, félreállítanak, felzabálnak, ellöknek az útból, és ugyanezt a mentalitást hazavisszük, és hallgatunk. Azok a párok, ahol a férfiak mernek, tudnak az érzelmeikről beszélni, jobban haladnak fölfelé. Konfliktus kezelés. Mennyire maradunk higgadtak? Nem a rinyálásról van szó, szóval mindenki azt gondolja, hogy az érzelem kimutatása az, hogy mindig nyakra fülre elsírom a bajaimat, hanem az, hogy beszélgetek minden olyan dologról, ami körülöttünk zajlik, amit észlelek egymás között, és az egy egészen más minőség, amit egyébként a cégben megtesznek, mert a cégben érzem, hogy a kollega nem jól reagál, akkor megkérdezem, hogy te mi van, és otthon beteg az asszony? Ugye, otthon meg nem csinálom meg, igen. Bocsánat, hogy még vannak mérhető dolgok. Kiderült, hogy a szexualitásunk mennyire máshogy reagál a stresszre. Van, akinek megugrik a libidója, van, akinek lecsökken. Most, ha ez a két szélsőség egy tető alatt éli meg a házasságát, vum, egyből elmegyünk egymás mellett. Tudunk-e közelíteni egymáshoz ezekben a dolgokban? Pénzkezelés. Sokáig hallgattuk azt, hogy pénzzel nem lehet boldogságot venni. Kiderült, hogy a boldogsághoz szükség van egy minimális anyagi jólétre, gazdasági tartalékokra. A rend kérdése például, hogy van egy napi rendünk. Az első hullámban megfigyeltem, nagyon sokan egyszerűen bedobták a törölközőt, hajnal 3-ig Netflixeztek, délelőtt 11-ig aludtak, szétfolyt a nap, míg akiknek volt új napi rendje, ápolták a külsejüket, rendben tartották a lakásukat, azok haladtak fölfelé. Érzelmi elérhetőség, sőt, a hit kérdése nagyon fontosnak bizonyult. Az emberek a válságban nyitottak fölfelé, és ez egy óriási erőforrássá vált azokban a párokban, akik mindketten hasonló módon nyitottak fölfelé. Úgyhogy igenis megragadható, számszerűsíthető, hogy megtehetünk dolgokat azért, hogy mi fölfelé haladjunk, ne pedig lefelé. Meg is mutatom a könyvet, és azért, mert érdemes keresni, mert ugye ez most a házasság hetének a hivatalos könyve, amit a Gábor írt, és edzésterv is van benne, tehát vannak gyakorlatok, hogy mit kell csinálni. Te hogyan érzékelted most, hogy ez egy hasznos tudás lehet, amit a Gábor most elmondott? Nektek, mint olyan párnak, akinek nincs gyereke, aki most kezdett belevágni, de mégis a házasság hete kapcsán egy fiatal ember mit mond egy ilyen könyvről? Ezt erősen kihallottam Gáborból is, hogy az érzelmi intelligencia fejlesztése a férfiaknál az egy nagyon fontos kérdés jelenleg, mert ez működik nyitottabb és jobban működő kapcsolatokhoz. Mindig van hova fejlődni, abszolút érzem. Nyilván egy év még nem egy élet, nagyon az elején vagyok én is, de abszolút bizakodó vagyok, és nyitottak vagyunk mindketten a növekedésben. Nagyon örülök, hogy végül is ugye fölmerült ez a tudás keresése, mert ma a nyugati világban csak azzal foglalkozunk, mit tudunk, tehát annak hiszünk, tehát a tudás nélküli hit már nem tud működni, és egy óriási szükség van ennek a tudásnak a megszerzésére, illetve annak az alapvető tudásnak, hogy nem tudunk eleget. Tehát a mintáink, a családokból jövő mintáink hiányosak, mert a család nagyon nehezen tudja ellátni a funkcióját, nagyon kevés időt tudunk együtt tölteni, tehát ha tudjuk eleve, hogy hiányoznak dolgok, akkor ideje korán neki fogunk ezzel foglalkozni, és nem csak kármentés gyanánt, amikor már minden szétesett körülöttünk. Ugye? És ebben ugye a férfiak klubjáról lévén szó, szeretném azt is elmondani, hogy a férfiak ugye ma már csak majd, hogy nem a munkahelyeken vannak jelen, és nem önszántukból távoztak, tehát olyan hosszú idő, tehát több generáció óta állítottak el, és ott érzik jól magukat, mert arra vannak kiképezve. Ha nem visszük vissza a férfiakat időben a nők mellé a családokba, akkor a nők is el fogják hagyni a családokat. Tehát az látszik, hogy már a fiatal csajok arról beszélnek, hogy nem vállalunk gyereket, mert túl nagy a karbon kibocsátásuk, meg
drága, tönkretesszük vele a világot, meg a testünket is sokkal jobban tudjuk használni, hogyha nem szülünk szexre nyilván. Majd veszünk örökbe, hogyha nagyon akarunk, de persze nem nagyon akarunk. Tehát ha nem reagálunk időben, 10 évünk sincs arra, hogy férfiként észbe kapjunk és visszamenjünk, és ez nekünk egy egészségügyi kérdés. Tehát minden nagy kutatás azt mutatja, hogy a férfiaknak a család az egy életvédelmi faktor. Többet élnek azok a férfiak, egészségesebbek lesznek és nem vezetnek minden negatív statisztikán. Tehát hihetetlen fontos a házasság hetének az üzenete, hogy azt érezzük, hogy ez nem valami nyögvenyelős, kínlódós, beszorult történet, amit azért reklámozunk, hogyha már mi megszívtuk, akkor szívjanak mások is, hanem azért, mert ez az, ami egészségessé, értelmessé teszi az egész életünket, és majd öregkorunkban azt mondjuk, hogy végülis akármit is csináltunk bármilyen munkahelyen, nem tudjuk, hogy mi értelme volt, de ennek biztosan volt, amit itt megteszünk a Férfinő Szövetségben. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és szerintem a Férfiak Klubja műsor méltó módon indítja el így hétfőn a házasság hetét, és várlak majd a következő alkalmakkor is, mert nagyon jó volt veletek beszélni. A nézőket meg várom vissza a következő részre, mert jönnek a kemény kérdések, úgyhogy várom vissza. Fiatalok és régebb óta fiatalok, kapaszkodjunk össze, nehéz idők jönnek. Ez itt a válvetve része a műsoromnak, és ma este arra gondoltam, hogy átadom azt az üzenetet, hogy régebben azért volt könnyebb, mert a minket megtartó keretek sokkal merevebbek voltak. Nagyjából ugyanazt csinálta minden ember, minden nap reggel föl kell tenni adott a tyúknak, majd a disznónak, majd így egész nap, és utána ezt szombat-vasárnap is csinálta. Mindenki csinálta ugyanezt a merev keretet, ugyanezt az életmódot, mindenki vasárnap templomba ment, és úgy ezek a keretek, mint a szokások, a hagyományok, a vallási szabályok, és minden egyéb közösségi szabály megtartott bennünket. Nem kellett annyi mindent tudni, de ma levetköztük az összes ilyen keretet, semmit, se vallási szabályok nem érdekelnek, se a másik véleménye nem érdekel, sem hagyományok ugye nem nagyon léteznek, azt mondtuk, hogy az elavult. Tehát a szabadságunkat kezelni a legnehezebb. Ma már valójában csak azt tudjuk megvalósítani, amit célul tűzünk ki. Ezért van a házasság hete is, hogy ha nem tűzzük célul, nem tudjuk elérni. Tehát ennyire rideg, száraz világot hoztunk létre. Gondoljuk meg, hány és hányféle dologra kéne nekünk gondolni, hány és hány dolgot kéne megcélozni, megtervezni, hogy oda el tudjunk jutni. Mert ma már lebontottuk mindazt a segítséget, amire az egész kulturális hátterünk eddig a mi hasznunkra volt. Várom az első kérdést. A mai első kérdés így hangzik. Rengeteg baráti házaspárnál, miután megszületett az első gyerek, hirtelen elkezdték anyának és apának hívni egymást. Én ettől ledobom a láncot, mondd, hogy te is egyetértesz velem. Van, aki ezt nagyon kedvesnek tartja, van, aki ugye nagyon... hogy mondjam, ledobja a láncot, hogy maradjunk a szakzsargonnál. Nagyon érdekes kérdés ez. Én például azt gondolom, hogy itt egy férfi és egy nő köt életszövetséget, és ebben a szerepek, ugye, tehát a férfi és a nő azok a fának a törzsei, és a szerepek az ágak. Tehát rengeteg szerepünk van, amiből az apa csak egy. Tehát van az apa szerep, a férj szerep, de van a szakmai szerep, hogy te orvos vagy, vagy vízgázszerelő, de van a főnök, vagy beosztott, a barát szerep, a sporttárs szerep azokkal, akikkel focizni járunk, és mindennek a női megfelelője is. Most én azt gondolom pszichológiailag, nem vagyok pszichológus, de azért valamelyest értve ehhez a dologhoz, hogy nekünk a férfinő szövetség megtartásához pszichésen minél szélesebb körben tárva kéne hagyni azt a kapun, amit a másiknak adunk értelmezési keretként. Tehát nekünk, ha beszűkítjük csak az anya meg apára, akkor egyrészt megterheljük ezt a családi viszonyt, ugye, hogy te már egy apa vagy, és úgy tekintek, olyan, és be is szűkítjük az értelmezési keretet, holott ezek a szerepek, hogy ő barátként is van meg, egyébként nőként is van, és egyébként feleség egészen más, mint az anya. Ez mindegyik szerepében
újabb és újabb lehetőséget ad arra, hogy megmutassa magát, hogy csodáljuk őt, és ezt a beszorítást, vagy ezt a beszűkítést mindenképpen tágra kellene nyitni. Tehát nagyon-nagyon fontos én szerintem, én például otthon az én feleségemnek a drágámat szoktam használni, vagy az eszterkémet szoktam használni, azért, mert ez teljesen nyitva hagyja, de én ezt tudatosan használom azért, mert nekem volt egy mesterem, aki egyszer mondta ezt, hogy akik beszűkülnek ebbe, hogy apa, meg anya, csak így, azoknak sajnos a szó teremt, ugye, és a beszűkülés tudat alatt jön létre, nem tudatosan. Tehát nem hibások, akik így csinálják ezt, de érdemes ezen gondolkodni, mert kezdetben vala az ige, tehát ilyen fajta fontossága van annak, hogy milyen szavakat mondunk ki, mert azzal kezdünk beszűkülni, hogy nyissuk ki, mert akkor egyre több dolog által tudjuk a másik értékeit felfedezni, csodálni, sőt ő is szabadabban éli meg, mint hogyha be van ebbe kategorizálva. Még egyszer mondom, nem vagyunk hibások, mert tudat alatt fordul elő velünk, mások is így teszik, de én javasolnám kilépni, várom a következő kérdést. E-mailben jött. Mit gondolsz arról, hogy sok pár, aki nem vallásgyakorló, szeretne egyházi esküvőt? Miért akarnak Isten előtt hűséget fogadni, ha eddig nem különösebben izgatta őket a kereszténység? Ugye több dolog miatt is lehet. Egyrészt, mert szokás. Ugye másrészt, mert a szüleik, nagyszüleik akarják ezt. Harmadrészt most sorolok pár ilyet, ugye, azért, mert az a millió, az egy ilyen ünnepélyes millió. Tehát a templom maga azért van egyébként úgy építve, hogy aki bejön, annak a lelkét megemelje. És akkor, ha addig nem is volt, de legalább az egy ilyen fontos dolog. De azért is van ez, mert szép, és be akarja mutatni a ruháját ebben a millióben, ugye. Most kezdjük kapizsgálni azt, hogy milyen érdekes dolgok lehetnek az emberek fejében, azok, akik nem konkrétan értik meg ennek a lényegét. És itt érdemes kitérni valamire, ami stratégiai fontosságú. Tehát azok is, akik templomba járnak, ma ugye Skorzenszky atya mondta egyszer nekem, és ez nagyon melbevágott, azóta ezen ugye kattog a fejem, azt mondta, hogy még azok az emberek is már nem vallásosak, hanem vallási hagyományt követik. Az azt jelenti, hogy nem élik meg a vallásnak a valódi lényegét, hanem úgy csinálnak karácsonykor, mint ahogy karácsonykor szokás csinálni. Úgy csinálnak húsvétkor, mint ahogy húsvétkor szokás, ugye? És itt van a bibi. Tehát az az érdekes, hogy mindez a csali, amit az elején elmondtam, hogy azoknak, akik nem élnek vallásos életet, de van egy csali, annak lehetőséget nyújt a templomi esküvő arra, illetve hogy megéljék a vallási hagyományt, de arra is lehetőséget ad, hogy megéljék a vallás lényegét. És én magam azt gondolom, hogy soha nem volt nagyobb szükség a hármas fonatra, tehát hogy az Isten bekapcsolod a mi kettőnk közös kapcsolatába. Elmondom azt is, hogy miért. Régen, amikor sokkal többen kapcsolták be a hármas fonatba Istent, az azért volt, mert nagyon nehéz volt a fizikai lét, rettetesen sokat kellett dolgozni, és kilátástalanul, és sohasem jutottál egyről a kettőre, és kellett a hit, hogy ennek van valami teteje mégiscsak, hogy itt vergődünk télről télre, és sose lesz elég, ugye? Ma viszont hihetetlen, tehát még egyszer mondom, 10-szer annyira szükség lehet rá, vagy 100-szor annyira, mert abban az időben, amikor a fizikai lét volt nehéz, a saját gyökereinket egyáltalán nem támadták, de ma kifejezetten támadás alatt áll a házasság intézménye, a gyerekeink, egyáltalán legyen egy gyerekünk, vagy ne. A férfi nő állandóan össze van ugrasztva egy osztályharcban. Tehát olyan fajta támadás alatt áll ez az egész, amiben a házasság megtartásához, ha valamikor kellett a hármas vonatba bevonni a hitnek a lényegét és az isteni közösséget, akkor az most van. Tehát ez egy esély is lehetne. Tehát én azt gondolnám, hogy valaki, aki tud segíteni abban, hogy mindenki olyan, aki addig nem élte meg, élje meg ezt a csodát, hát ha segít, mert minden segítségre szükségünk van. Tehát én ezt mondom, hogy hajrá, mégiscsak tegyük. Várom a következő kérdést. E-mailben jött a következő kérdés. Kell-e valamit a szülőknek visszaadni, vagy az életet a gyerekeink támogatásával adjuk tovább? Kicsit ez a hova fókuszáljunk dilemma van bennem. Én most erdélyiként akarom átadni azt a tudást, amit én kaptam az én szüleimtől, és ez arra alapozott egyébként, hogy meglepődtem, amikor én Budapestre kerültem, akkor először itt találkoztam azzal a gondolattal, hogy szülők azt mondták az egyetemista gyerekeiknek, hogy na eddig tartott a felnevelésed, ez nagyjából ennyi pénzbe került, tehát alig várom, hogy az egyetemet elvégezd, és kezd visszaadni a pénzt. És majd azért akartam, hogy megtérüljön ez a befektetés. Ez egy olyan, ez egy hihetetlen furcsa, de biztosan nagyon sokaknál jelenlévő gondolat.
Mire az én anyám azt mondta, hogy nem, nálunk az őszi sokás az előre kell adni, mindig a jövő irányába adsz, mindig a jövő irányába adsz folyamatosan, és nem vársz vissza semmit, majd rátérek arra, hogy van a visszaút, de nem vársz vissza semmit, mert a teremtés irányába kell adni. És nézzük meg, hogy a tudást is előfele adod, az anyagiakat is előfele adod, nem visszatéríted, ha meghalsz, akkor kié lesz, ugye? Tehát nyilván azért gyűjtögetsz, vagy bármit csinálsz, hogy nehogy feléld a saját életed alatt, hanem az, hogy a gyerekeidnek legyen jobb, és valamiféle dolgot örökül tudjál adni. Nyilván a saját életedet is meg kell valahogy mozdítanod, de az előre, a teremtés, a végtelen láncnak, a következő láncszemélynek és a még következőnek az építése, az az, ami reményt, erőt, boldogságot tud hozni az életünkbe. Tehát nagyon-nagyon érdekes az, hogy maga ez a fajta mentalitás, hogy te előfele adsz, ez a szeretet esetében is így van. Tehát szeretetet sem várhatsz vissza. Tehát ha én szerettelek téged, akkor te add nekem vissza. A ciklus sem anyagi, sem szeretet, sem semmilyen más értelemben nem oda-vissza van egy generáción, tehát a gyerek és a szülő között, hanem előfele megy. Mert azt a szeretetet adom, amit én már megkaptam a szüleimtől. És aki szerettek a szülei, akinek olyan a neveltetése, azért a neveltetésünkben, a Bibliában mindenhol benne van az, hogy tiszteld a szüleidet és szeresd, és aki az öregek tiszteletére, minden kultúra erre nevelt, ami ma elsikkadóban van. Ott kezdődik az, hogy a neveltetés és a civilizáció és a szokások, illetve a szeretet az előfele menő szeretet, ami minden gyerektől automatizálja az, hogy visszaad a szülőjének. Tehát nem pénzt ad vissza, hanem vigyáz rájuk, segíti őket, ahol lehet, kapcsolódik hozzájuk, átveszi az értékeiket, ami nagyon fontos egy nagyszülőnek, egy dédszülőnek, hogy ne az ő erőfeszítéseinek a hozadéka átmenjen a következő generációba. Tehát aki ezt a szeretett ciklust előfele meg tudja rendesen csinálni, és hozzá tudja tenni a kulturális részt, az mindenképpen vissza is fog kapni. És ne felejtsük el, hogy aki szülőként nem tiszteli a saját szüleit, a öreg szüleit, az ne várja el, hogy gyereke majd tisztelje őt. Ez is egy ugyanilyen előre menő lánc, és nem pedig egy önmagában megforduló ciklus. Remélem, hogy érthetővé tudtam tenni azt, hogy mi ezt hogyan láttuk ott, legalábbis én ezt a kultúrát hozom magammal, és ezt próbálom itt népszerűsíteni. Várom a következő kérdést. Így hangzik a következő. Sokszor láttam, hogy a szülők szájon csókolják a gyereküket. Számomra ez érthetetlen, érdekel a véleményed ezzel kapcsolatban. Nagyon fontos dolog a szülői szint és a gyerek szintnek az elválasztása, és nem jó ennek az összemosása semmilyen téren. Tehát nagyon sokszor keveredik az válás után, főleg, hogy a gyerek fölkerül egy szülői szintre, mert vele osztanak meg problémákat, mert ő neki túl korán jön olyan felelősség, ami egy felnőttnek lett volna a felelőssége, és ő maga sem tudja, hogy hogyan csúszik erre a szülői szintre fel, nem igazi szülői szintre, de hihetetlen pszichés problémákat okoz. Na most a szájon csókolásnak ugye a lényege az pszichésen, hogy végső soron ez az legintimebb területünk, eleve csak a legtisztább dolgokat vesszük be a szánkba, mert az ugye az életünket kockáztatjuk, tehát minden, amit beveszünk a szánkba, az egyből ugye hat ránk, és nagyon intim rész, oda nagyon kevés embert engedünk be, tehát ez egy hihetetlen szűk csapat, ugye, vagy egy ember, akit oda beengedünk. Na most a szülő, hogyha ezt elkezdi csinálni, akkor azt kell tudnia, hogy valójában ezen az intim kapun folyamatosan megerőszakolja a gyereket, mert a gyerek nem akarja lemondani, a gyerek azt gondolja, hogy az így rendben van, de hozzászoktatja őt ahhoz, hogy ezt meg kell engedni, mert esetleg más is. Tehát ez az intim kapunak a nyitva zárása ugye nem nagyon fog tudni jól működni, ez miért? De ezt pszichológusok mondják, tehát erről rettenetes nagy szakirodalom van, nagyon érdekes, hogy milyen érdekes, ki pici helyen mennyi minden problémát tudunk okozni. Tehát nagyon-nagyon fontos dolog, hogy egyfajta olyan tudatalatti erőszak, mert senki nem csinálja szülőként ezt tudatosan, hanem mert valahol látta, neki tetszik, ugye, és itt megint jön az, hogy mennyi mindent kell tudni ahhoz, hogy ne csináljunk valami olyat, ami nem biztos, hogy jó. Ha tudjuk, akkor már nem csináljuk, de ha nem tudjuk, akkor önkéntelenül is tesszük. Tehát a pokolba vezető út is jó indulattal van kikövezve, tehát senki ne bánkódjon, aki eddig tette, vagy ne, hogy mondjam, vessük meg azt, aki ezt így csinálja. Csak érezzük azt, hogy egy sokkal komolyabb dologgal játszunk, ugye, mint amit gondolunk róla. És nagyon fontos dolog, hogy a gyermeknek az intimitás megéléséhez
pont nem a szülő kell. Tehát amikor az ő szexuális fejlődése olyan szintre jut, akkor valaki mást akar közel engedni önmagához ezen a kis kapun keresztül is. És neki azt meg kell élnie, hogy azzal ő rendelkezik. És azt tudja mondani, hogy nem, vagy azt tudja mondani, hogy igen. És ezért jó ez, hogyha a szülő teljes egészében rábízza, mert ez ennyire fontos jelentősége van ennek. Nagyon szépen köszönöm, várom a következő kérdést. Egy hölgy kérdezi, kell-e egy nőnek függetlennek lennie anyagilag a férjétől? Egy barátnőm nagyon hisz abban, hogy a férje akkor tiszteli, ha sok pénzt keres. Így tudva, hogy anyagilag semmi akadálya annak, hogy a felesége lelépjen, hogyha beüt esetleg a krach. Ugye a bökkenő az, hogy általában már a rossz statisztikák miatt majd mindenki a válásra készül. Ez olyan mértékig igaz, hogy a lányokat eleve a válásra neveljük. Most gondoljunk bele, hogy a lánynevelésnél ők hány ezerszer hallják azt, hogy lányom, úgy tanulj, úgy építs karriert, úgy tegyél félre pénzt, úgy intézd a jogi ügyeidet, hogy egyedül is képes legyél eltartani a gyerekeidet, egyedül is képes legyél elmenni. Tehát olyan ez, mintha folyamatosan nem egy férfinő szövetségre, hanem egyfajta ilyen válásra készítenénk őket. És mindenki azt mondja, hogy szövetkezünk, aláírjuk a papírokat, de tartsuk szárazon a puskaport, ugye? Tehát ezért van ez az egész dolog. És ez azért is van, mert a legújabb globalizációt hajtó verseny az a férfi és nő versenyeztetése, mégpedig az anyagiak megszerzéséért, mert az anyagit hatalomként állítják be, és egy hatalmi harcként állítják be. Most gondoljunk bele, hogy nekünk a házasságunk egy olyan hatalmi harc lenne, ahol a pénz dominál, és ahol... De ha ők ezt programozzák, akkor mi egyre többet dolgozunk, egyre több profitot termelünk valakinek, és egyre többet versenyünk, és kiégünk, és tönkre megyünk, és elválunk, és még több profitot fogunk termelni, mert választán még többet fogunk dolgozni, és utána luxusköltségeken keresztül ugye folyamatosan pörgetjük a gazdaságot. Látnunk kell, egy nagyon fontos mondani valom a könyveimben, sokat írok erről, hogy a függetlenség paradigmája ritka káros, hogy mindenkit a független, leginkább a nőket ugye a függetlenségre ösztönzik, és az anyagi függetlenségre ösztönzik. Értem én, hogy mi ennek a célja, de látnunk kell, hogy az anyagi függetlenség az egy nagyon primitív megközelítése az mi férfinő viszonyunknak. Az egy pici része. Inkább a közös anyagiak kellenének, mert ez egy közös erőforrás. Az életünk értelmessé tétele szempontjából, ami arról szól, hogy értékeket adunk tovább, hogy nem vagyunk utolsó láncszem, hogy a következő láncszem is jó, tehát mi is elég erős láncszem vagyunk. Az egésznek a sikere szempontjából a férfi és a nő abszolút nem független egymástól, hanem függőségben vannak. Azért mondom a függőség, hogy legyen a függetlennek ellentetje. Ki vagyunk szolgáltatva, csak ketten tudjuk megcsinálni. És inkább arra kellene készülni, nem a függetlenségre kell készülni, hanem arra, hogy ha együtt tudjuk csak megcsinálni, együtt tudunk csak értelmet adni ennek az egésznek, együtt tudjuk csak sikerre vinni, akkor hogyan kezeljük azt, hogy mi kölcsönösen és állandóan ki vagyunk egymásnak szolgáltatva. És ezt a tudást szolgáltatta mindeddig a kultúra, és ezt most ugye kisöprik az életünkből, és helyébe a gyilkos versenyt és a hatalmi harcot a pénzen keresztül behozzák. Tehát örülök, hogy ennek kapcsán most elmondhattam ezt, talán a válasz is kisejlik belőle, hogy kell a pénz a városban, de mindenki hordja be, és az egy közös erőforrás, és egy pici nem az a fontos, nem a pénz a fontos, nem is hatalom a pénz, hanem egy erőforrás a közös teremtéshez. Várom a következő kérdést. Az utolsó kérdésünk pedig így hangzik. Az apa nélkül felnőtt generáció meglehetősen tutyi-mutyi. Szóval hogyan lehetne gatyába rázni ezeket a szegény fiúkat? Egy kiábrándult női néző kérdezi ezt. Soha nem volt zökkenőmentes és természetes magától értetődő útja a fiúk megerősítésének. Tehát az egész civilizáció során a férfivé válás útjának ugye az egyik célja nyilván a családi felelősségvállás, de az ahhoz szükséges terhelhetőség, megbízhatóság, és minden ilyen tudás, minden ilyen belső erőnek a megszerzése volt. Tehát gondoljunk bele, a terhelhetőség az, hogy valaki önszántából családot alapítson, és önszántából keresse a feladatot, önszántából és örömmel oldjon meg úgy feladatot, hogy abban látja az életének a kiteljesedését, önszántából, ehhez sosem vezetett olyan út, hogy megkérdezték egy fiút, hogy fiam, te akarsz terheket vállalni? Azt én nem akarok, köszönöm szépen. Tehát követelték a fiúktól a tehervállalásnak, a tehermegosztásnak, ugye a rájuk eső részének a vállalását, a tehervállalást magát. Tehát volt egyfajta
erőszakos része ennek, amit ma elfelejtettünk, és a fiúk úgy nevelkednek, hogy semmire nem kötelezzük őket. A kötelezés ugye nagyon érdekes, a követelmény, ugye, és erről ráadásul tanúbizonyságot kellett tenni a rátermettségükről, tehát addig nem kerülhettek a férfiak körébe, míg a férfiak nem validálták őket a munkán keresztül egyébként, tehát a kocsmában nem ülhettek a férfiak asztalához, csak a fiúk asztalához ülhettek. Hihetetlen vágyat tudott keletkeztetni a régi világ a fiúkba, hogy ők a férfiak közé beléphessenek. Vígan vállalták a tereket, mert ez egy cél volt, hogy oda bekerüljenek. Tehát azt szeretném ezzel csak mondani, ugye, mert nagyon rövid az idő, és a könyveimben sokat írok erről, hogy a fiú nevelésnek megvan a maga hogyanja, megvan a maga mikéntje, megvan a miértje. Ismét nőként, egyedülálló nőként is, családban levő nőként is, és nyilván apaként mindenképpen ezt az egészet napirendre kell tűzni, nagyon belül el kell tudni határozni, hogy a fiúkat nyomás alatt nő a pálma. Ha nem helyezzük nyomás alá szándékosan, akkor nem lesz belőle semmi. És nagyon nagy titkot szeretnék elmondani, amit megint csak az én saját életemben követek, és én magam szültem meg. Nem az a lényeg, hogy a gyermekem 10 és 16 éves kora között imádjon, szeressen, és nem tudom, ne mondjon nekem ellent. Mert akkor van, amikor én követelményeket támasztok vele szembe, és azt mindenfélét fog mondani. De aki a követelményt támasztottam, az később meg fogja köszönni. Tehát nem a 10 és 16 éves közötti gyereknek a szeretetére vágyok, hanem a 25-től 90 éves koráig. Mert 25-től 90 éves koráig fogja azt mondani, hogy köszönöm szépen, hogy engem hozzáedzettetek mindahhoz, amit nekem meg kell tennem, ahhoz, hogy egy nő felnézzen rám, ahhoz, hogy én a családomban egy méltó helyen lehessek, ahhoz, hogy a gyerekeimnek tovább tudjak adni értékeket. Ez soha nem ment a felnőttek elhatározása és bizony szigorú a feltételek megkövetelése nélkül. Tehát bele kell ebbe állnunk. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ismét együtt tölthetünk egy estét. Várom a kérdéseket továbbra is, nagyon-nagyon jó kérdések vannak, köszönöm a kérdéseket. Ugye a címünk a férfiaklubja@férfiaklubja.hu. Ne felejtsék el, hogy van egy Férfiaklubja Bedő Imrével című, vagy nevű YouTube csatorna is, ahol teljesen más tartalmak, picit hosszabb tartalmakkal jelentkezünk folyamatosan, helytente többször oda is iratkozzanak föl, és küldjék szanaszét a tartalmakat azoknak, akiknek szüksége lehet rám. Én nagyon bízok abban, hogy olyan kérdéseket vetünk itt fel, ami majdnem egyértelmű, de mégis látszik, hogy mindegyiknek egy picit a mélyre lehet kaparni, egy picit a mélyre lehet menni, és olyan fajta dolgokat hozunk fel, ami majdnem megvolt bennünk, de talán így, ha beszélünk róla, vagy a helyére kerül, vagy kérdés merül föl, vagy utána olvasunk máshol is, és minden ilyen pici löket az egyre előrébb visz bennünket azon az úton, hogy sikerre vigyük az életünket, összefogjunk, és valami közös jót is csináljunk közösségként, mert megjöttek, akikre oly régóta várunk, mi vagyunk azok. Köszönöm szépen, hajrá együtt!